It's black and white. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ez lesz most az utolsó vlog erre a tavaszi szezonra, mert ugye, ahogy már sokan tudjátok, kikaptunk a Fanatic csapatától pénteken 3-1-re, és ezzel negyedik helyen zártuk a szezont összességében. Kicsit menjünk bele az SK elleni szériába is. Nem nagyon akarok így meccsre elemzést mondani. A felkészülésünk az nagyon jó volt. Mindkét meccsre egyébként. Az SK elleni meccsen teljesen jól olvastuk a játékot, tudtuk, hogy az SK-nak mik a tendenciái. Tehát az SK az egy olyan csapat, aki csak teamfightolni tud, nem nagyon ismerik a makrót, hogyha egy 3-1-es kompozíciókról van szó, vagy split push kompozíciókról van szó, és általában akkor a legerősebbek, hogyha a verli gruppolni tud a csapatukkal. Az első számú célunk az az volt, hogy vagy egy jobb teamfight kompozíciót rakunk össze, mint ők, vagy makróval legyőzzük őket, tehát én egy 3-1-es kompozícióval széthúzzuk őket a sidelane-ekre, és akkor nem tudnak rendesen válaszolni. Azon a meccsen, amikor Jace-eztem, azt hiszem a harmadik meccs volt, ott teljes mértékben ledaráltuk őket egy-egy 3-1-es kompozícióval. Lane swap egyébként, amit a Fnatic ellen bevetettünk, az már készen állt az SK ellen is. Tehát, hogy szükség lett volna rá, akkor bevetjük, de úgy éreztük, hogy az SK-s széria az meg lesz anélkül is, hogy meg kéne mutatnunk minden lapunkat, amit tartalékoltunk itt a rájátszásra. Na most a Fnatic elleni szériára, ott ismét nagyon jó volt a scoutingunk. Ilyen elég egyértelmű dolgaik vannak, tehát a Bipo az folyamatosan feladja magát, tehát a Bipo az, aki feladja a farmot, elkezd rommolni és megpróbálja segíteni a csapatot azáltal, hogy saját magát hátrányba rakja. A mid prioritás az első számú nekik, tehát mindig a Nemesis körül akarnak játszani, vagy a Broxa, vagy a Bipo, vagy a Hillisang, akárki, aki éppen szabad, az megy mid lane-re és a mid prioritást megszerzi, és ezáltal próbálják a controlled bot oldalra kialakítani. És ez egy olyan csapat, aki nem húzóckodik vissza attól, hogy level 3-4 körül rögtön oda tépézzen valahova, hogyha harc alakul ki. Ezt láttuk az utolsó meccsen is, belegenkeltük a Bipót erre, rögtön két ember oda tépézett, és már is ott voltak toppon egy hárman, szóval ilyesmit el lehet várni a Fnatic-tól. Midgame körül pedig nagyon sokat cheese-elnek, tehát Fnatic az magas rizikójú csapat, ők úgy fognak dönteni, hogy bemennek a jungle-ötbe, és ott becsizelnek téged, hogyha ez nem jön be, akkor nagy előnyöd van, de az esetek többségében beszokott nekik jönni, és emiatt nagyon gyorsan tudják játszani a játékot. Nem teljesen respektelték őket a meccsek során. Tehát például az első meccset azt mindenképpen meg kellett volna nyernünk, mert a kompozíciónk sokkal erősebb volt az övékénél. Meccségünkre legyen szólva, hogy ezt a kompozíciót nem játszottuk olyan jól, ahogy kellett volna, mert nem gyakoroltuk be eléggé. Játszottunk vele egy 5-6 meccset, és úgy éreztük, hogy tudjuk játszani, de amikor oda mentünk stage-re, sokkal nehezebb volt egy olyan csapat ellen, aki ebben tapasztalt, hogy ez hogyan törje meg. Tehát amikor például a sárkányoknál mindig kialakították ezt a bot oldali kontrollt a Fnatic, ezt nem tudtuk, hogy hogyan reagáljunk erre a játékon belül, és emiatt jöttek ezek a vesztes sárkányharcok, hogy nem tudtuk kipókolni őket időben, hanem full HP-n le tudtak minket támadni, a Sivir ulti pedig nagyon sokat segített nekik, tehát így utólag valószínűleg a Sivirt azt el kellett volna venni tőlük, mert túl sok volt az engage-ük ezáltal. Minden esetre ezt a meccset lehetett volna nyerni, mert Vipót azt nagyon jól kihasználtuk az korai fázisban, és fel is állítottuk a pályát, és amikor megvolt a nasorunk, akkor szerintem meg lehetett volna nyerni a meccset, de ott pont ez az, amikor nem respektelték ezt a tendenciájukat, hogy ott kempelni fognak a bot oldali jungle-ünkbe, pedig ezt tudtuk, hogy ezt meg fogják csinálni, hogyha a nasort elvisszük, és sajnos elkapták Xerxét. Onnantól pedig nem tudtuk kihasználni a nasorunkat, és több hiba is alakult ebbe a pókon pozícióba, hogy adtunk nekik engage lehetőségeket, de szerintem nagyon is nehéz volt megállítani őket attól, hogy engage-eljenek. Szerintem teljes mértékben tudták, hogy ez egy Zoe botlane lesz, mert valószínűleg ők is scrimeltek a G2 csapat ellen, aki ezt előszeretettel flexeli mid és bot között. A lane swap meccset azt tudtuk, hogy ezt nyerni fogjuk automatikusan. Tehát a lane swap, ezt leszögezzem előre, a lane swap az nem jó. Ez nem működik. A lane swap egy esetben jó, cheese stratégiaként. Ezt most cheese stratégiaként hoztuk, és olyan kompozíciót raktunk össze, ami tökéletes rá. Tehát minket nem nagyon érdekelt, hogy mit hoz a Fnatic, mi csak hoztuk a saját kompozíciónkat. Tehát a Sion az egy alapvetően szükséges hős, mert nagyon nehéz dive-olni, és a kis dive-olod ott van a passzívja, ami az XP-t felszedi, és még le is sebzi az ellenfél hőseit,
Tehát itt Glacial Augment-tel játszottam, tehát hogyha meg is ölnek és rá tudok tapadni valakire, akkor az meg fog halni. Emellett volt Tristana Braumunk, ez nagyon erős dive-ra, és egy olyan midlanert hoztunk, aki jól scale-el és 1v1-ben erős. Itt ugye a Ryze-ra gondolok. Amiről nem tudtunk, az az, hogy a Kayle az ennyire erős. Tehát a mi meglátásunk szerint a Kayle az erős, hogyha fel tud scale-elni, de úgy gondoltuk, hogy az early laning fázisan, meg side lane-en is a Ryze az majd meg fogja verni egy idő után. De nem úgy alakult, ahogy gondoltuk, úgyhogy azért akadt egy-két nehézségünk a meccs során. De alapvetően ennek a lane swapnak az a lényege, hogy XP előnyt alakítasz ki az ellenfeled fölött. Tehát gyakorló meccsenken sokkal jobban alakult ez a lane swap, mint ahogy a Fnatic elleni meccsen alakult. Sokkal jobban megnehezült, mert csak egyszer tudtuk kidive-olni a Vipót, ami általában nem így alakult a gyakorló meccsenken, mert ott carry toppost hozott az ellenfél mindig, és akkor azt nagyon könnyű volt kidive-olni kétszer. Viszont így, hogy a Vipó csogáttal volt, egy tankkal, ez nagyon megnehezítette a dolgot, és level 1-en se tudtuk megölni, ami általában mindig működött eddig. Amellett, hogy jól reagált a Fnatic is a lane swapra, meg voltak zavarodva. Tehát egy ilyen lane swap stratégiával nagyon meg tudod zavarni az ellenfeledet, és nem tudja, hogy mit csináljon a pályán. És ezáltal ugye Hillisangot rengeteg szerelkecseltük, és nagyon sok halála volt. A harmadik meccset pedig szintén meg kellett volna nyerni. Ott teljes mértékben kontrollba voltunk a játék elején. Ugye az első Shenoutinkat is gyilkosságra használtuk el. Megfogtuk a Broxának a Jarvanját, ezt is tudtuk, hogy ez egy tendenciájuk, hogy azokat a pink wardokat ott kontesztelni fogják, hogyha kialakítunk egy kis kontrollt a midlane körül, és ilyenkor lehet nekünk harcolni velük, főleg sem ultival. Brox a beface checket Xerxét, rögtön meg is öltük. Hibáztunk ezután, hogy botlane-en rögtön kialakítottunk egy fightot, ami, ha jól emlékszem, 3 vagy 4 a nulláért lett az ő javukra, és innentől az egész kontroll elveszett a meccsen. Mert ugye a Shen picknek egyetlen lényege van. Én ezt azért hoztam, nem a laning fázis miatt hoztam, tudtam, hogy ez egy nem jó matchup az Aatrox ellen. Ezt azért hoztuk, hogy a bot side kontrollt, ezt kialakítsuk vele. És az első ulti az nagyon is jó volt erre. Hogyha ott nem kezdünk el harcolni boton utána csapatként, hanem megmondjuk, hogy jól van, megöltük a Broxát, Shen visszamegy topra, és ezt a kontrollt ezt most fenntartjuk a játék maradék részére, és a következő Shen ultival pedig a botlane dive-oljuk. Ha ezt megmondtuk volna és fenntartjuk a kontrollt, akkor szerintem esélyes lett volna a Fnaticnak ezen a meccsen, mert a kompozíciónk az rendkívüli módon outscale-elte őket, és még az early game-et is megnyerhettük volna. Tehát ugye volt Jinxünk és Azirunk, ez a két hős, ez brutálisan scale-el és esélyes lett volna a Fnaticnak teamfightokban late game-re, mint ahogy ezt láttuk is. Tehát nagyon fontos az, hogy kontrolláltan kell játszani a meccseket, főleg egy olyan kaotikus csapat ellen, mint a Fnatic, aki ugye betépézik minden egyes fightba a top lanerével, a mid lanerével, az AD carry-ével, tehát mindig felhasználnak minden egyes lehetőséget arra, hogy harcoljanak. És neki nagyon jó a teamfightjuk. Tehát a Fnaticnak egy óriási erőssége van, az a teamfightolás. És ezt nagyon megadtuk nekik ezen a meccsen. Az utolsó meccsen meg hát nem sokat lehet mondani, teljesen ledraftoltak. De az volt az óriási hiba, hogy elfelejtettük, hogy a Vayne flex az működik a Sylas ellen, és emellett még a Lissandrát is flexelték, és mi abban a hitben voltunk, hogy egy Lissandra mid lesz Vayne AD carry-vel, és akkor ebben az esetben a draftunk az nagyon erős lett volna, mert a Sylas lecountereli a Lissandrát, a Veigar pedig lecountereli a Vayne-t, botlane-t azt agyon dive-olhattuk volna kb. Bármikor, mert perma mid prime-unk lett volna Shen ultival, Hecarim jungle-lel, és ezt a botlane-t azt nem hagytuk volna élni. Viszont így, hogy flexelték a Lissandrát topra, ezzel egy olyan top matchupot alakítottak ki, ami teljesen jó nekik. Tehát ez a Shen Lissandra, ez egy elég semleges matchup, mindkettő el fog farmolni maga mellett. Eközben egy Vayne Sylas matchupot alakítottak ki midre, ami szintén egy semleges matchup, tehát semlegesíteni a Sylast az nagyon rossz nekünk, mert a Sylas az alapvető nyomáspontunk ezen a meccsen, aki pusholni akar, roamolni, és akkor a sidelane-eken valamit kialakítani. Úgyhogy Vayne-jük volt, így sokkal jobban ez megnehezül, mert ez egy nagyon jó counter a Sylas-ra, mert nincsen egy olyan ulti, ami hasznos lenne számodra. Úgyhogy ezen a meccsen teljes mértékben le lettünk draftolva, és szerintem el is vesztünk a meccs során, és nem tudtuk, hogy mit kell csinálni. Egyszerűen nem voltak lehetőségek, főleg az a top lane play után, amikor legenkeltük Pipót, erre oda tépéztek többen is, és én személy szerint nem nagyon láttam át a dolgokat utána, és csapat se látta át, úgyhogy minden egyes megmozdulásunk olyan volt, hogy próbáltunk valamit kialakítani, de igazából nem nagyon éreztük, hogy mi lesz a Fnaticnak a válasza rá. Amint elértünk az ilyen 15.-20. percre, ott lehetett tudni, hogy a Fnatic már megnyeri a meccset, mert a kompozíciójuk az nagyon outscale-elt minket. Sylas meg a Shen azok nem scale-elnek jól, nekik pedig dupla AD carry-jük is volt, úgyhogy. Amit itt változtatni kellett volna a drafton, hogyha tudjuk, hogy ezek flex pickek, hogy felrakjuk a Sylas-t topra, vagy egy másik opció, hogy felrakjuk a Hecarimot topra és valami más junglert hozunk.
Ez is jó lett volna, mert szerintem a Hecarimre nem volt válaszuk. Az Akarit is azért bannoltuk ki, mert az az egyetlen hős, aki jó az Hecarim ellen. Úgyhogy ez részünkről elég nagy draft hiba volt. Itt sajnálatos, mert én úgy éreztem, hogy nem voltunk gyengébb csapat a Fanatiknál. Na minden esetre egy szezon összegzést is belobunk ide a végére. Én személy szerint top 3 volt az elvárásom, amikor elkezdtük a szezont. Bárki bármit mondhat, én tudtam, hogy ez a csapat ez nagyon erős tud lenni. És a rostert tekintve én elvártam, hogy mi nagyon meg fogunk erősödni, ahogy a szezon halad előre. Rájátszásra nagyon megerősödtünk. Ez a széria ez nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, de ez a top 4 ez végül is nem egy olyan rossz tavaszi szezonban, ahhoz képest, hogy a tavalyi szezonban még a rájátszásba sem jutottunk be a Schalkéval. Úgyhogy ha most sikerül egy olyan nyári szezont összehozni, mint ami például a Schalkéval tavaly összejött, hogy bejutunk a döntőbe, akkor szinte automatikusan ott vagyunk a VB-n. Tehát a nyári szezonra egyértelműen azt kell megcélozni, hogy az alapszakasz során az első kettőbe be kell jutni, mert ez óriási előnyt ad minden csapatnak. Muszáj rámenni az első két helyre az alapszakasz során, és minden egyes BO1-es meccset megpróbálunk elhozni. De alapvetően úgy éreztem, hogy ez szezon alakulhatott volna jobban, de jól alakult ennek ellenére. Szerintem jó alapjaink vannak a nyári szezonra, úgyhogy én bízom benne, hogy ez egy jó év lesz számunkra, és sikerülni fog a VB végre. Köszönöm szépen, hogy ezt megnéztétek, és köszönünk szépen minden szurkolást a szezon során, és majd visszatérünk a nyári szezonra. Addig pedig jó pihenést minden csapattársamnak, mindenkinek, és amint érkezik a felkészülés, akkor majd ismét valószínűleg jobban aktivizálom magam. Jó pihenést mindenkinek, és sziasztok!